Nézzük meg, srácok, mit hozott nekünk el az október 5-i Epic az ingyenes játékaival. Most a God Like Burger van, ami egy, hát egy ilyen főzős, étteremmenedzselős játék, és azt írják, hogy nem minden kornak való, hiszen ebben a játékban egy éttermet kell vezess, de úgy, hogy akik jönnek, néha ők lesznek ők lesznek az étek. Szóval, hát az a helyzet, hogy valaki bejön kajálni, és belőle lesz a kaja. És mindezt úgy kell csináld, hogy ne buki le. Tehát, hogyha jönnek a rendőrök, akkor minden tisztának kell, hogy tűnjön. Hamburgereket kell csinálni, földön kívülieket kell ölni a karakterrel, akár csapdákkal, és ezekkel a földön kívülekkel meg lehet tölteni egyébként a hűtőt. Éjszakánként fejleszthetünk az éttermen, a konyhagépeken, akkor állíthatjuk fel a csapdákat, vagy vásárolhatunk ellátmányt. És amúgy nagyjából erről szól a játék, ez egy tavalyi játék a Liquid Pack-tól, aki egyébként nem olyan csinált még PC-re játékot, viszont mobilra már jó párat, de azok sem annyira népszerűek, de például van valami pókemberes passziánsza, meg ilyenek, szóval hát ez az első ilyen nagyobb volumenű projektjük. A kiadó pedig a Daedalic, akiket ismerhettek a legutóbb megjelent Gollamról. Például, de hogy jókat is mondjunk, például ott van az Unreal, vagy az Iratus, vagy a Glitchpunk, vagy a Wildcats Gun Machine, vagy a Warpips, szóval, hogy az Epic úgy néz ki, hogy nagyon szereti kiadni mármint ingyen adni a Daedalicos játékokat, a God Like is egy ilyen. Pókemberes passziens, bizony. Nagy game. Kell a kontroller is. Most jövök rá. Hát a beállítások azok ilyenek. Szóval, hogy ultra, full screen és anti-aliasing 8-szoros. Ezek lennének a beállítások. Nyomunk egy tutoriálost így elsőnek. Good Burger Restaurant. Persze, séf akarok lenni ezen a helyen. Ha elfelejtem, hogy mit kell csinálni, csak nyomja meg a pauszt. Na, már az első vendégünk leadta a rendelést, és vár éppen. És hát úgy néz ki, hogy a kockaszámokat ki kell, hogy kapcsoljam, de látjátok, ez 40%-ot használ a videókártyából, és lazán megy 120 FPS-sel, nem hiszem, hogy itt nagyon megerőltetés lenne, de ezt most kikapcsolom, hogy lássuk, hogy mégis miket rendelnek. Igen, ott bal fölül van, minden új vásárló betérő az oda kerül a queue line-ba, amint belép az étterembe. Aha, tehát a lila jelzi azt, hogy közel vagyok az adott vendéghez. Ott mutatja, hogy az egeret tudom használni vajon? Mutatja azt, hát nem tudom, azt nem mutatja azt is, hogy hanyas rendelésszámmal van, mennyire ideges, gyanakvó, hogy áll az élete.
mutatja az aktivitását. Ja, hogy éppen mit csinál, ül vagy éppen, igen. Mutatja azt is, hogy mit kell tenni a burgerbe, és mutatja az időt is mellette a kis csík. Jó. Ne várakoztassuk meg nagyon, csináljuk meg az első burgerünket a konyhán. Így kell mozogni. Azt mondja, a wifi jelszó 10-10-1. A konyhában mindent megtalálunk, amihez szükségünk lesz a főzéshez, sütéshez. Kezdjük a hűtővel. Ott van minden hozzávaló. Nyers hús. Ki kell venni a nyers húst. Na és akkor felrakjuk. Eszik, fizet, majd ő teszik és fizetik. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy lesz. Amúgy ott biztos nem jó, mondjuk itt lehet, hogy jobb vagyok. Ott van a kis progress bar, hogy mennyit kell várni. Érzed már? Jó, vegyük ki, mielőtt még megégne. Egyébként meg használni kell a kukát. Asztal modul, tehát hogy forron kell tartani, vagy melegen kell tartani, hogy kiszolgáljuk, nehogy hűlten szolgáljuk ki a kaját. Hoppácska. Menő. Azt mondja, most menjünk a hűtőhöz, és válasszuk ki a többi hozzávalót. Jó, kell buci. Jó. Buci, meg mi az, paradicsom. Eltört a table modul. Meg kell csapkodni, hogy újra működjön. Ez jó. Így csak bele kell rúgni, és akkor jó lesz. Ha összeraktuk, akkor lehet szolgálni. Na várjál. Ja, most akkor ezt ide kéne. Ki akart hűlni? Mit csináltam szerintetek rosszul? Ja. Az order handlerhez kell vinni. És ott van, hogy egyes order 52. Hoppá! A vendég oda jön az order handlerhez, fölveszi a rendelését és még fizet is. Tehát akkor nekünk nem kell kivinni. Igen, ez egy 52 dolláros burger. Kapcsiát. Nem mindenhol szolgálnak föl vendégekből készült hamburgert, ugye? Jó, valóval leül és elkezd kajálni. Ha fel akarjuk gyorsítani ezt a folyamatot, akkor lehet gyorsítani az időt. Jézusom, hát így játszani. Befejezte, most értékelni fog. És akkor ez alapján dönti el, hogy jön-e borra való vagy sem. Ha olyan szívecskés csillagot látunk, akkor nincs hiba. És biztos, hogy hagy borra valót. Aha, hogyha hibázunk egyszer, de a hús az jó, akkor nem ad nekünk borra valót. Hogyha kettő vagy több hibánk van a rendelésnél, hát akkor se ad borra valót. És van egy olyanunk is, hogy awful, amikor ki se szolgáltunk. Oké. Okay. Guidebook.
Na nézzük, nézzük, mit csinál ez a guidebook. Információ. Információink vannak a vendégekről, akik meglátogatták az éttermet. Vannak adatok, amik előre kitöltődnek, és vannak, amikre nekünk kell rájönni. Mutatja a nevét és a megjelenését, szóval itt van Tarat. És akkor mutatja a test részeit. Tehát, hogy őt így lehet feldolgozni. Mutatja a HP-ját is. És mutatja azt is, a kis morcos ördög emoji mutatja, hogy mennyire agresszív, az angyal pedig, hogy mennyire nem agresszív. Mutatja a sebzését is, amit amúgy most pont kitakar a tutoriálos manus, de hogy amúgy egy. És azt is mutatja, hogy mennyi borravalót hagyhat. Azt is mutatja egy vendégről, hogy ő mit szeret enni. Négy különféle típusú húst mutathat nekünk itt a rendszer, és hogyha rosszat adunk neki, akkor lepontozhat minket. Hello, ez a játék brutálisan vicces, avidnál egyszer néztem, és baromi jó volt, csak idő kell, hogy sok minden elérhető legyen. Ja, emlékszem, hogy nyomta. Nem egyszer. Azt is mutatja nekünk itt a rendszer egyes vendégről, hogy mire immunis, milyen fajta sebzésre, szószra, csapdára vagy egyébre. Jó. Aktivitások. Az aktivitások által jobban megismerhetjük a viselkedésüket. Szeretnék szabolni, viszont a Twitch elutasítja a kártyámat. Valami tipp? Az fura. Én mondjuk főleg Revolut-tal szoktam így az interneten fizetni. Ott azt már tapasztaltam, hogy például az egyszer használatos internetes kártyát azt előszeretettel elutasítják már sok helyen. Erre az a megoldásom, hogy csinálok egy virtuális kártyát, és akkor azzal fizetek, és hogyha éppen nem fizetek, akkor meg lefagyasztom. Most már, hogy ismerjük a guidebookot, kitöltetjük néhány infóval, amikor készen állunk, hogy folytassuk a tutoriálost. Aha. Hát ő nem is agresszív, meg nem is barátságos. Viszont nem is nagyon ad nekünk jatot. Szia, Pingu Zsó. Üdv mindenkinek. Azt mondja, hogy menjünk a rádióhoz és kapcsoljunk be valami funky zenét. Jó, én akkor a... Én azt szeretném... A City Noise szeretném. Megvárhatjuk, amíg elhagyja az éttermet, de föl is gyorsíthatjuk az időt. Minden egyes alkalommal, amikor egy vendég elhagyja az éttermet, vagy kapunk, vagy vesztünk presztist. Ez azon múlik, hogy milyen volt a kiszolgálás, illetve milyen volt a burger összességében. És csak az a vendég hagy értékelést az étteremről, aki élve hagyja el. Milyen érdekes. Tehát aki esetleg rosszul értékelni az éttermünket, azt jól legyilkolásszuk, és kaja lesz belőle. Elképzelhető.
Azt mondja, hogy ha elegendő presztízs pontot szedünk össze kellő mennyiségű vendégtől, akkor mehetünk egy újabb planétára. Nagyobb presztízs, több vendég. Változatos vendégek lesznek. Jó. És a teleportálóból jönnek. Vendéglátozom, ez lesz a nyugi játékom. Felaprítod majd őket? Minden vendég az étteremben csinál valamit. Vagy cigarettázik, vagy táncol, vagy rendel, vagy bármi. Ők választják meg, hogy mit csinálnak éppen random. De minden fajnak megvan a sajátossága. Úgyhogy ki kell őket, tanulmányozzunk el őket. Hogy rájessünk arra, hogy mi a tökéletes alkalom arra, hogy megöljük őket. Jó, várjuk, ameddig mindenki be nem jön az étterembe, és nem döntik, hogy mit akarnak, jó? Hát egyelőre csak ilyen patkányok jönnek. Hoppá! Az egyik vendégünk elment striptease nézni. Na, és menjünk a VIP szobába, és gondoskodjunk róla. Móra se taníthatjuk. Ságbe kell rúgni. Amint belerúgunk, azonnal megváltoztatja az aktivitását, és hát dühösebb lesz. És addig kell rúgdosni, ameddig ez a sáv meg nem telik. Tehát szétrúgdossuk, addig, ameddig el nem akarja hagyni az éttermet. Ha eléri a 100%-ot ez a csík, akkor igen, elhagyja. És hát a dühös vendégek, vendégek azok csökkentetik a presztízst, igen. Ezt most nem is értem. Én azt hittem, hogy megöljük. Azt hittem, hogy most az lesz, hogy most megöljük. De akkor nem. Kimegy a mosdóba és fasírtként jön vissza. Én azt hittem, hogy az lesz. Ezek a menedzsment játékok lehet, hogy egyszerűnek tűnnek így az elején, de amúgy nem azok. Az új, igen, látogatók hamburger kértek szósszal. És van egy-két szószunk. Uh-huh. Először meg kell sütnünk a húsit. 1-2. Üdv mindenkinek, srácok, hali-hali. Thank you.
Az egyiknek sajt kell, a másiknak paradicsom. Basszus. Az nem jó. Hát ezt nem tudtam, hogy így mindkettőt belerakja. És akkor... És hogyha kidobom... De hát ez nem jó. Na, most jó. Most jó. Saved, saved, srácok. Jó, és akkor kellene szósz. Egy szósz. Még egy szósz. Mit tud, amúgy valószínűleg nem is jónak adtam. De jónak adtam a sajtosat. Leesett a földre, nem baj, az még pont megmentettem. Kifizetni, kifizették. Azt mondja, hogy amikor megesznek egy burgert szósszal, akkor elindul a szósz timer. Igen. Mutatja, hogy szóval, hogy a szósszal hatással lehetünk arra, hogy most éppen WC-re kell mennie azzal a szósszal, vagy éppen dohányoznia kell. Várjunk addig, ameddig az effekt be nem üt. Én nem látom ezt a sauce timer, de biztos amúgy. Van ilyen. Hogy nyomják? Hogy nyalogatják? Na ott van, megette. Akkor most megy dohányozni. És hagyott borravalót is. Srácok, hát elejtettük a kaját, és még borravalót is kaptunk. Na, beütöttek az effektek. A cigis szósz ráveszi, hogy cigizni menjen, a WC-papír szósz pedig ráveszi, hogy használja a mosdót. Zozi, köszi szépen a 9 hónap töretlen támogatásodat, gratulál az újabb budgethez. Megvan a pénz, jó van az úgy. Jó van az úgy, és még borravalót is kaptunk, nem csak hogy a pénz lett meg. Legközelebb tapossam is meg. Hát akkor nem kell annyit nyalogatnia. A hambic. Laxatív szósz. Azt mondja, hogy a laxatív szósz az ahhoz ment, aki a WC-n van. Szia! Úgy néz ki, hogy... Nem látja senki, szóval... Szóval szét lehetne csapni. Látjuk a séfnek a HP-ját. Ott. Ez gyakorlatilag igen, hashajtó. Mindegyik vendégnek van sebzése, ami a guidebookból kiderülhet. Vannak olyanok, akik egyáltalán nem is akarnak harcolni. Van staminánk is, amiből ugye harcolunk. És a stamina az idővel visszatölt. Na, és a bárdal le kell suhintanunk. De csumi! Na, hát király, ő most már meghalt. De vérrel vagyunk borítva, és egy hulla van a közelben, ez rossz. Vegyünk egy nagy lélegzetet, és beszéljünk erről a helyzetről. Így van, befed minket a vér. Igen. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha ezt egy másik vendég észreveszi. Hát akkor őt is lecsapjuk. Aha, elkezd gyanakodni, mert 50%-on van a gyanakvása. Amikor a 100-at eléri, akkor pánik... Tehát akkor vagy bepánikol, vagy agresszív lesz. Hát ő... bepánikolt. Várjunk, ez most egy kicsit gyors váltás volt a békés hamburgerezőtől. Hát ez sose volt békés. Ez sose volt békés igazából.
Na, itt közben megjelent mögöttem a körözési szint. Egyet kaptunk. Kaptunk egy ilyen rendőrségi badge-et. Szóval a csóka, aki bepánikolt, jelentette a rendőrségnek, hogy valami történt, és ezért kaptunk is egy badge-et. Jött egy csóka, aki sokkal keményebb és sokkal agresszívabb, mint az előző vendég. Nézzük meg, mi történik akkor, hogyha ő is eléri a gyanakvásával a 100%-ot. Hopp, ő agresszív lett. A vörös kör jelzi azt, hogy az ott a veszélyes zóna. És hogyha abba belelépünk, akkor elkezdődik a csata. Az agresszív vendégek ugyanúgy hívhatják a zsarukat. Amikor egy vendég hívja a zsarukat, megkapjuk az összes ilyen rendőrségi badge-et, és jön egy, hát egy raid a rendőrségtől. Megjöttek a járőrök. Itt van a bár pont mögöttem. Na várjatok, elrejtem. De hogy így ott van. Ez mutatja azt, hogy mikorra érnek ide. És minden zsaru elkezd a szobákba kutakodni, bármiféle gyanús dolog után. És hogyha bármelyik zsaru talál valami gyanúsat, egy hullát, vagy a bárdunkat, gondolom azt fel kell takarítani. Tehát, hogyha így rásújtunk valakire, akkor kifröccsen a vér, és gondolom azután takarítani kell. Szóval a zsaru agresszív lesz, és biztosan hívni fogja a társait. Tehát akkor ő a zsaru. És hogyha hívja a társait, akkor a séf nagy valószínűséggel meghal. És a halál után minden hús, minden pénz, prestízs és quest elvész. De mi ezt nem akarjuk, igaz? Na, szóval most megtanuljuk elfedni a nyomainkat. Először is el kell tüntetni a hullát. Aha, fel kell dolgozni a hullát. Lesz belőle húsi és egyéb testrészek. Automatikusan a hűtőbe mennek. Aztán le kell mosnunk magunkról a vért. Ez egy beteg kajáda. Ajánlom megnézésre a Zöldhentesek című dán filmet. Köszi vendég. Ha ez hasonló, mint ez az étterem, akkor nem biztos, hogy nekem való. Jó, lemostuk magunkról a vért. aha. Szóval mennünk kell a második vendéghez, aki nikotinos szószt kapott. Aki biztos hátul van, és éppen cigizik. Menjünk oda, és demonstráljuk, hogy a cigizés milyen negatív hatással van az egészségére. Vele egy kicsit máshogy fogunk elbánni. Úgy akarjuk őt elintézni, hogy ne vegyen minket észre, és ne legyen vér. Úgyhogy csapdát fogunk használni. Jó, úgy néz ki, hogy kiütötte a csapda. Megráztuk. Meg is halt. Miután használtunk egy csapdát, lehűlési ideje van, tehát CD van rajta, hogy újra tudjuk használni. Nincsen vér a ruhánkon, de még így is meg kell ugye szabadulni a holttestől.
Ez már jobban néz ki, mint egy Forza. Jó, feltakarítottunk mindent. Jól van. Ott vannak a cuccok, amiket kaptunk, jobb alul, és vége lett az első napunknak. Minden nap végén kapunk egy statisztikát. Ideje megnéznünk a pincét. Mads Mikkelsen főszereplésével. Ez jó, ez jó. Na, ez már jobban hangzik. Ez a te játék volt, Pingúzsó? Na nézzünk le a pincébe. Azt mondja, hogy 160-at fizettek nekünk, $40 volt a jat, és ott van a check. Tehát $200 szedtünk össze, $131 a kiadásunk. Hát ez ilyen, majdnem ilyen jó. Jó is lehetne. Na, én azt nem ismerem, a Bad Day LA. Azt nem ismerem. Szia, Geri! Na, itt a pincénk. Na, nézzük, mit találunk itt. Jobbra van az iroda. Van itt questpad, újság, a vendégek könyve, vagy hogy hívják ezt? Amiben írják a panaszaikat. Panaszkönyv? Nem tudom, mi a neve. És a szép, valamint a PC. Minden cuccnak megvan a saját maga a szerepe. A vásárlókönyve, azaz, köszi. Azt mondja, hogy a szép például arra jó, hogyha esetleg meghalnék, akkor a pénz ott megmarad. De egyelőre most a PC-re van szükségünk. Postánszerű játék volt a Bad Day LA még a 2000-es években? Nem, az nekem így kimaradt. Na, azt mondja, hogy a PC-n tudunk vásárolni hozzávalót, konyhafejlesztéseket magunkra, és guidebookos infót, valamint szósz recepteket. Ezek a vásárlásaink ellentétben a pénzzel és a hússal, ami elvész a halál után, ezek megmaradnak. Jó. Itt van amúgy, hogy miket tudunk venni. Buci, fekete buci, avokádós buci. Ó. Hát azért itt vannak cuccok. Húsfeldolgozó slot. Húsfeldolgozó sebesség. Többet várnak a vásárlók. Plusz egy extra asztalmodul. Hoppácska. Bizonyos számú testrészt és húst meg tudunk tartani a séf halála után. Vásároltunk neki medkitet is például. Képes lesz deselni. Láthatatlan lesz ideiglenesen. Stánolhat is akár. Plusz egy sebzés. Távolról aktiválható csapdák. Visszatér a halálból. Igen, pereg a nyereményjátékozás. Köszi még egyszer az Ozia 9 hónapot. Infók a Taratról, a Sahtitól, a Rudusról és a Kifkerről. Nikotinrecept, hashajtó. Na, a toxin például csökkenti a vevőnek a HP-ját. A poison pedig megöli a vevőt. Illetve van ilyen flavoring sauce, ami a rossz hamburger ízét kicsit jobbá varázsolja. Stimulás. Azt mondja, hogy azt csinálja ez a stimulás, hogy a vending machinehoz megy, és egy csokit fog enni.
anatéma szósz például ráveszi a vevőt arra, hogy miután megette a burgert, azonnal adja el a helyet. Szedálja a vevőt. Jesus. Stalker szósz. Amúgy nem tudom, most itt venni kéne valamit? Nyilván tutoriál, szóval úgy is mondaná, hogyha kell valamit csinálni. Na itt van, hogy milyen feladatokat kell csinálnunk ahhoz, hogy... Ja, vannak feladatok bizonyos planétákon. És azokat meg kell csinálni, hogy új planétára mehessünk. Jó. Meg tudjuk nyitni a quest padot, ha felfele gombbal a D-padon. Bárhonnan. Jó. A csápos WC csapdát kell ötször használni napközben például. Uh-huh. 10 ügyfelet kell kiszolgálni. Egy nap alatt. Perfektül. Értem. Na, kabinban 3 panel van. Aha, csapdák, navigáció és a telefon. Először a navigációval kezdünk. Ah, kezd már sok lenni ez az info. Kezd sok lenni a magyarázás, és kezd kevés lenni a játék. Na, itt minden információ, ami a planétával kapcsolatos látható, mutatja a questeket is, a szükséges questeket is, a szükséges, hogy mennyi prestige pont kell, illetve, hogy van-e elég pénzünk ahhoz, hogy legyen üzemanyagunk, hogy elrepüljünk a kívánt planétára. Miért akarok elrepülni egy másik planétára? Hát ennek számos oka van. You have returned. Ja. Pinguzsó, köszi szépen a második hónapot. Köszi a támogatásodat. Srácok, peregjenek a szvegek. Na, itt vannak Junkameria, Rivadonia. Tetszik az a kukorica fejű. Itt van egy TV fejű is. Hát ez a legdurvább, itt 10.000 prestige pont kell. Jaj. Na, itt csak patkány van, itt meg már rögtön 3 ellenfél van. Mármint, hogy vásárló van természetesen. Telefonpanel, itt lehet rendezni a számlákat. Ezt érdemes intézni, mert egyébként jön a behajtó. A phone panelen nem csak, hogy számlákat tudunk rendezni, hanem még meg is tudjuk zsarolni a... Mármint, hogy le tudjuk kenyerezni a rendőröket. Jó, most megyünk a csapdákhoz. Ezt kifizettük közben. Na, a trap panel. Itt lehet vásárolni, illetve fejleszteni csapdákat. Ezek is megmaradnak a halál után, ezek a csapdák. Érdemes meleg ruhát felvenni, mert ezután a panel után meglátogatjuk a fagyasztót. Ja, hogy ezek lennének a csapdák? Látom, ott például puska van. Flash robot. Na, szóval ez amúgy a
a tervrajza az étteremnek, és akkor itt vannak a csapdák, amiket fel lehet állítani. Például lehet ventilátort rakni az egyik asztal fölé, ami ráeshet a vendégre. Szia Vili, üdv mindenkinek! Köszi szépen a pergetést Pingu Zsónak. Köszi, köszi. Na, fagyasztó. Van itt kriokapszula, a fagyasztó, és hát ez a blender, ez nem tudom micsoda, most itt hirtelen nem ugrik be. Azt mondja, hogy a kriokapszulával újra lehet kezdeni a sessiont. A fagyasztó mutatja, hogy milyen hozzávalók maradtak. Burmix gép? Mhm. Uh-huh. De most a blender, ami ja, látom, aha. Köszi. Na. A turmixszal lehet előkészíteni a szószt. Szósz, tehát azzal lehet szószt csinálni a vásárlók testrészeiből. A recepteket pedig a PC-n tudjuk megvásárolni. Na, hát csinálunk nikotin szószt. Üdvünk mindenkinek, srácok! Van lehetőség arra, hogy újra kezdjük a helyzetet egy adott bolygón, ez az első opció. A második opció pedig, hogy újra kezdjük ezt a sessiont. Oké. Okay. Van még egy módja annak, hogy elkerüljük a halált a második eséllyel, ami a PC-n van. Jó. Minden fontosat megnéztünk. Jó. Jó, kösz. Vége a tutoriálosnak. Minden rezetelődni fog. De az új képességeinkkel pikpak visszaszerzünk mindent. Na, itt vannak amúgy a séfek, amiket így ki tudunk választani. És itt van, hogy hány nap kell, hogy tudjunk séfet választani. Jó, hát akkor az alapséffel kezdünk. Ja, látom, tehát hogy így kezdődik a történet. Ott vannak a patkányosok. Megtalálják a patkányosok a Rubik kockát. Mi pedig a patkányosokat. Ez itt a történet. Első nap. Ez itt már nem a tutoriálos. Jön egy újabb hullám. Hát a Rubik kocka mindenhol is ott van, látod? Pam, papára, papam. Na, azt mondja, hogy kell a húsi. Nincs húsi? Ja, hogy nyers húsi, értem. Hát a patkányoknak patkányfejet rakok. Baj, szerintetek? Egy elment cigizni. Nézek, tönkre mennek itt a cuccok. Kell egy paradicsom. És
Kell egy sajt. Na, a paradicsom most kell a kettesnek. Ez pedig az egyesnek. Na, egy újabb rendelése jött közben. Jó, kell lila hagyma, kell buci. Két buci. Kell még egy kaja. Ez egyikben lila hagyma kell. A másikban nem kell semmi. Még jattot is kaptunk. Amúgy egy lila hagymását ezt le tudjuk adni. Hát nem tudom, ez ennek most örülni fog vajon? Így donálsz, szevasz meó. Én úgy látom, hogy elégedettek. Kitesszük a bucikat. Úgy látom, kell kettő húsi. Kell hagyma. És kell sajt. Na őt agyon kéne csapni. Nem voltam elég gyors. Ja, az már ott kész van? Basszus. Szóval ez az ötösnek, az meg a hatosnak. Na, ott már valaki le is adta a rendelést. Szóval kell egy paradicsomos, és egy semmilyen. Majd ilyen motion szenzort kéne felszerelni az egyik csapdára, ami ott amúgy fönt van. Na ez mehet a 8-asnak, az pedig a 7-esnek. A 9-es még nem fizetett, úgyhogy neki még fizetnie kéne. És akkor ebben még kell sajt is. Hát ugye fogy a hús. Nagyon fogy a hús. De legalább jön egy csomó pénz. 9-es. Na, ő ott nyomja a játszásokat.
Szerintem többen már nem jönnek. Hát úgy néz ki, hogy jelenleg most mindenki nagyon elégedett az étteremmel. Káosz lett, most kéne megcsapni. Agresszív lett? Semmi gond. Azzal a hullával nem tudom most így mi lesz. Azzal a hullával nem tudom most így mi lesz. Igen, itt a vendégből van a húsi. Hát kérünk 6. Ilyet. Kell még hagyma is, kell még sajt is. Itt van paprika. Hát kérünk amúgy ilyenből is, hát ha kell ilyen is. Legyen azért egy-kettő. Oliva is legyen. Sorizó. Mondjuk lehet nem is kéne ilyeneket venni. Nem baj, van. Van. Folyékony szappan. Minden info a taratokról jöhet. Uh-huh. Immunisak a méregre. Nem tudjuk kifizetni a számlát most. És mi lesz a hullával? Valaki jön. Jön valami izé. Gazdag csóka. Jön egy izé. Ételkritikus. És mi lett a hullával? Amúgy. Nem tudom, hogy azzal most mi lett. Én azt hittem, hogy big money, aztán közben amúgy nincs big money. És milyen a húsokkal? Hú, nagy bajba vagyunk. Elfogytak a kaják. Na, azt mondja, hogy... Buci. Még egy. Na. Őt most, gyorsan. Kell egy hagyma. És kell egy paradicsom. Basszus, ez most mi lett? Hát rossz helyre rakta, mindegy. Egyesnek. És akkor neki még egy paradicsom kell. Aha, ez ilyen menedzsmentes játék. Jön a kritikus. Jön az ételkritikus. Ó, közben jött egy rendelés. Hello, szia!
Ja, én ide hoztam a vócit véletlen. No, nem is baj, hogy ott nem gyilkoláztunk most. Na. Tehát ezt le tudjuk passzolni az ötösnek. Oda pedig mehet egy hatosnak, és akkor kell még husi. Na, őt viszont most nagyon kéne vágni. Szia! Kell még husit felrakni. El buci. El lila hagyma. Ez mehet a 8-asnak. 7-esnek is mindjárt kell valami. Ki lehet adni a szót csak bucival? Jó a kérdés. Csak ne, hogy a kritikust öljük meg. Az étel kritikust. Mondjuk abba lila hagymát raktunk. Csumi! Basszus. Jó, mindegy. Az ugye 9-esnek. Oda kell sajt. 10-esnek. 11-esnek. Tehát sajt. Azért jó, hogy megölünk valakit, mert belőlük van az alapanyag. Ja, nincs elég buci. Nagy a baj. Ja, azt most nem is tudjuk használni. Tizenhatosnak el kéne valahova vonulnia. Hát ez ott megégett. A salátát azt vissza lehet rakni? Ja. Jó, talán nem látták. Jó, igazából akkor így jók vagyunk. Is meg lehetne még ölni. Szia! Szia, hello!
Azt mondja, hogy most nagyon jók voltunk. 6 halál, 1200 prestige, 128 yacht. Itt nem azt kérdezik, hogy mit kérsz a hamburgerben, hanem hogy kit kérsz a... Igen, itt a kit kérsz a hamburgerben van. Na, most gyorsan rendezni kéne a tartozást. Jó. És akkor hogy lehet a másikat is rendezni? Jó, ott van. Jó, maradt 400 pénzünk. Buci kell. Hát, hogy buci az kell. És sőt, legyen 20 buci. Jól van. Szósz esetleg. Na, nikotinosat tudunk csinálni. És kéne fejleszteni a csapdát. Hol is kell a csapdát? Ez az? Nem. Nem. Fú, emlékeztek, hogy hol itt? Jó. Na, puska, sebzésén lehet változtatni. CD csökkentés, motion sensor, jó, hát úgy néz ki, hogy akkor inkább CD csökkentést kérünk rá. És kérjünk rá akkor motion sensort is. Meg tudjuk vakítani őket. A légkondicionáló megcsapja őket a pengéjével. El tudnak csúszni. Nem is tudom. Szia Noriász! Ma nem Zelda lenne? De, azzal ez 10 órától, de 8 órától pedig Gaddák burgerezünk. Jó, veszünk egy ilyen flash robotot. Biztos jó. Jó, kezdjünk bele az új napba. Mai nap speciálja. Minden lopott burger felkelti a rendőrség figyelmét. Kétszeres izé. Tehát, hogy a riválisok, gondolom, kétszer annyit fognak fizetni? Amúgy cserélünk zenét, mit szóltok? Legyen a Winds of Kringorem. Na, az egyiknek kell paradicsom. Mondjuk nem. Aha, értem. Tehát ilyen nehezítés van, jönnek lopni. Értem. Ha a chatre azt írod, hogy bruh, az mit akar jelenteni? Ki lettünk rabolva? De megfogtam. Nem ez kell nekünk. Na, hármasnak kell olyan. Hettesnek olyan. És az egyes meg lehet, hogy nem kap kaját.
Annyi nem? Négyes. Ez egy egyre keményebb. Kilences. Tehát kell egy lila hagyma. És kell egy sajt. Ez a 8-asnak, az pedig a 9-asnak. Ugye? Igen. Jesus. Kell egy paradicsomos. Tízes. Az a 14-esnek. Kell egy lila hagymás. Kell egy sima. Azt le kéne adni a 12-esnek. Azt a rohadt, tehát hányan jönnek még? Lila hagymás. Paradicsomos. Ez most melyik? Paradicsomos. Jó, a lila hagymás kell a 15-ösnek. Paradicsomos meg 19-esnek. Valaki nem örül, mert nem volt megfelelő a kaja. Remélem, hogy az amúgy jó lesz nekik. Jó, tehát kell egy sajt. Sajtos a 16-osnak. Kell egy sima a 18-asnak, és kell egy... valami. Kell egy ilyen, meg egy olyan. Jesus. Jézus.
Jézusom, srácok. Maxi koncentráció gyakorlatilag. 20-as. Jó, most pont elfele megy. Király lenne, hogyha mindenki fizetnám. Na. Te nem vagy elégedett? Jól látom? Semmi gond. Semmi gond. Semmi gond, hogyha nem vagy elégedett. Ki is raboltak minket közben. Hello? Basszus, valaki elment, mínusz 50-et adott nekünk. Árankunk lett azért így is. Jesus, hát ez rohadt nehéz volt. Ez rohadt nehéz volt. De ez ugye az ez elején ilyen. Ugye kéne használni szószt. Kéne használni nikotinos szószt, hogy többen menjenek cigizni. Amúgy le lehetne lassítani az időt, az például segítene. Na, de most már tudunk fejleszteni a csapdán. Azt mondja, hogy tudunk belerakni motion szenzort és hulla eltávolítót. És... ez most fullos lesz. Ez remélhetőleg segíteni fog nekünk. Ennek örülnék. Veszünk a WC-be is egy motion szenzort. Csápos WC. Na, az amúgy pont kell. Jó, amúgy túl sokat költöttünk a csapdára. Szerintem. Sajtból kéne. Jó. Paradicsomból is egy pár. Sajtból még egy. Buciból is még egy párat. Na nézzük meg most. Széttaposták. Biztos tüntetnek, hogy ne egyél húst. Jönnek a tüntetők. Jaj, elszkipáltam. Ja. Jönnek a tüntetők. A srácok. Ja, most nincs húsunk. Igen, ez nagyon nagy probléma. Tessék, egy kis ilyen. Belük kell valamit csinálni? Júj. Kiraboltak. Menj meg innen. Hát remélem, hogy örültök majd ennek a húsnak. Hogy meg lehetne nézni. Hát nem örülnek. Jó, benyomtuk a motion szenzort.
ne. Az pont leég. Hát, és az is le fog égni. Hmm, basszus, ez nagyon nem lesz jó. Mit csinálsz itt? De nem őt akartam megrúgni. Édes Istenem! Édes Istenem! Hát ennyi mindenre! Na, szóval ott van egy olyan, azt mondja paradicsom. Tessék, a hatosnak. Olyan nikotinos szósz pedig a hetesnek. Menj már innen. Te is. Ja, mondjuk őt ledarálhattuk volna. Jó, menj csak oda be. Elfogyott a stamina. Tehát őt nem tud... Nagyon jó. Jó, az... Azt hiszem jönnek a zsaruk. Édes Istenem! Jó, hát ott meg leégett a húsa. A nagyon jó hús leégett. Édes Istenem. Jó, mi az, ami... Tehát... Jó, nikotinos szósz. Na. Tudunk-e infót erről? 4 HP-ja van, nem tudjuk lecsapni. Most boxolni akart velem? Most ez mi? Most ez mi? Most ez micsoda? Édes Istenem! Na jó, mehet egy utolsó. Egy utolsó próba. Hát ezek széllyel csaptak minket, srácok. És kezdődik előről. Elvesztettük az összes XP-nket, amit szereztünk. De legalább a fejlesztések megmaradtak. Szóval ez a játék nehéz, azért lett ingyenes. Nem azért ingyenes, mert nehéz. Nem tudom, hogy most mi van. Na. Pushing. Jabba szósz van, oké. Okay. Be van kapcsolva? Motion sensor, automata hullaeltávolító. Na. Hát akkor kell neki egy sajt. Az egyesnek. Ő pedig mehet oda a kettesnek. Aztán jön az a nehezítés majd, hogy ugye nem minden hús való mindenkinek. Érkezik egy új hullám. Úgyhogy teszünk fel húst.
Eszünk ki bucit. Hát úgy néz ki, hogy a fejlesztéseink azok megmaradtak, igen. Most nem tudok elmenni. Na, ő oda megy cigizni és kapja. Nagyon jó. Ugye így most ő nem fog minket jónak értékelni. Ketten vannak a WC-n, szóval nehéz lenne lemosakodni. Hogyha én a bárdommal akarnék suhintani. Ugye ő már fizetett. Aki fizetett, az már jól van. Ugye nincsen több szószunk sajna. A négyesnek mehet egy olyan. Veszünk ki bucikat. És veszünk fel kaját. Oké, ő fizetett, de játszik sajnos. Hát az ötös lecsapjuk. Már az a gond, hogy valaki most pont rendelni fog. Jó, megkockáztatjuk. Ő játszik, nem figyel. A húsok nem égettek amúgy meg. De, sajnos igen. Francba. Elfogyott a stamina. Hús, remélem még bírja. De jó. Jó. Fú, bakker. Jó, a másiknak meg sajtos kell. 8-as. Jönnek már ellen, úgyhogy fel kell tenni a haját. Azt mondja, hogy kell egy hagymás a 9-esnek. Kell egy buci. Az a gond, a 10-es még nem fizetett. Ez a 9-es volt? Ki tudja. Sajnos a felső csapda automatikusan beaktiválódik, úgyhogy ami kell nekünk, az a paradicsom. A 11-esnek. Kiraboltánk az egyiket. És tudok vele valamit csinálni? Nem tudom. Ő boldog. Jó.
srácok, S ratingünk van jelenleg, 7-en haltak meg, és 300-at fizettek, 350-et. Fú. Tehát az ott ugye automata. A mosdóba a csápost kéne megcsinálni. De most elvileg lesz egy csomó kajánk. Van egy csomó testrészünk, hogy csináljunk nikotinosat, amivel oda tudjuk őket csalni. Kell buci. Mondjuk 7 buci. Ja. Szevasz, Connor. Még megyünk egyet, srácok. Szuper úcsó. Szuper úcsó. És akkor azt mondja, hogy restart game session. Aha. Nem tudom amúgy, hogy mit kéne venni. Ez az automata takarító, ez az, ami így nagyon jónak tűnik. Na jó, menjünk még egyet, srácok. Szuper úcsó. Szuper úcsó. Jön a kritikus. Mennyi kaja. Na. Mennyi kaja. Ezt már szeretem, srácok. Bekapcsoljuk, hogy automatán menjen ez. Ugye ezt lehetne távolról is vezérelni. Lesz majd egy olyan opció. Csak nyilván ezt ki kell tapasztalni. Ja, igen, az oda. Az oda. És akkor kell egy sajtos. Az egyesnek. Hát a hármas ő ideje előtt elhalálozik. Neki már nem kell szolgálni semmit sem. Oda pedig hagyma. Hagymát nem vettünk. A kettesnek. Azt mondja, kell még egy paradicsom is. Neki is adunk nikotint bele. Megjött a kritikus. Nem tudom, melyik lehet a kritikus amúgy. Kapjuk ám a borravalót is közben. Azt mondja, hogy a hatosnak mehet egy ilyen. És a hetesnek is ment egy ilyen. Remélem nem a kritikus kapta. Elvileg most értékelésekben sokat fogunk kapni egyébként. Mondjuk nem biztos. Érdekel. Valakit kiraboltak. De hogy hol?
nem figyelnek. Remélem a kaja nem ég le közben. Jó. Azt mondja, hogy a 9-esnek mehet egy olyan. Kell még egy husi. Még egy buci. Azt mondja, hogy oda sajt kell. Az a szívás, hogy néha olyanok is meghalnak, akiknek nem kéne ott fönt. Lehagymásjon. Aztán sajtosan. Ja, hát a 13-as. Igen. Ő nem fizetett még. Egy paradicsomos. Jó, nagyon boldog. Az a gond, a hulla ott maradt. Menj, még várja a kajáját. De mindjárt kiszolgáljuk. Ah, itt nem volt jó a sorrend. Az baj lehet, vajon? Léci. Jó, pont nem látta. Ő még nem vette át a kaját, az a gond. Tehát neki még fizetnie kéne. Hát ugye most adból nem lesz sok. Sajnos. Mert csak az attól, aki elhagyja az éttermet, és ugye nem mindenki hagyja el az éttermet. Jó, neki is boldognak kéne lenni. Mondjuk őt, ő még amúgy tud fizetni is. Mármint, hogy tudja attolni is. Na, S rank, számlák 136, vesztet is megcsináltok, 550 értékelés, és 800 pénz.
Na. Azt mondja, hogy ott van. Hoppá, Awesome Burger. Az egyik quest megvan. Egy nap alatt az ölések csak trap only sok lehetnek. Na és akkor ugye most már meg lehetne csinálni azt, hogy megveszük a csápos WC-t. És akkor az a helyzet, hogy a csápos WC-hez még kéne a motion sensor, meg a hulla eltávolító is. Amúgy lehet, hogy le kéne lassítani az időt, mert hogy van rá lehetőség. Azt nézzétek, konkrétan tudunk csinálni őt nikotinos szószt. De most kellenek hozzávalók is. Egyre nehezebb, minél több nap telik el. De ugye, úgy lesz egyel könnyebb a játék, minél többször kezded újra, mert ugye azok a fejlesztések nem vesznek el. Tehát minél jobban felszereled ezt a konyhát, annál egyszerűbb lesz minden egyes újrakezdéssel. Szóval benne van, hogy hibázunk az elején párszor. Látom ebben a játékban azt, hogy mit lehet szeretni. Ez egy elég beteg játék. Egy elég beteg, de menedzsment játék. Egy jó kis főzögetős, gyilkolászós, ármánykodós, étteremvezetős játék. Ez elég klassz. Nem tudom, mit szóltak hozzá, srácok. Én így élveztem ezt a majdnem 2 órát. Ez klassz volt. Nehéz is amúgy abba hagyni és letenni. A jövő heti játékokról amúgy nem esett szó. Lesz egy ilyen Cube Ultimate Bundle, ami egy bundle, de hogy ez a játék egy ilyen puzzle játék. Ez ilyen puzzle-os játék, ezt fogjuk majd holnap meglesni. Hát akartam mutatni példát belőle. Szóval valami ilyesmi. Úgyhogy ilyen fejtörők lesznek ebbe a gémbe. Kíváncsi leszek. Az Epic már nem az első ilyen puzzle gémjét adja amúgy. Úgyhogy ez mindenféleképpen érdekes lesz. És a másik pedig a Blazing Sails. Ez egy 2020-as kalózos PvP játék. Hát, multi játék, szóval nem tudom, hogy mennyire fognak menni a szerverek. Hát úgy néz ki, hogy erről amúgy nem akar mutatni az Epic semmit. Pedig ezt megmutattam volna nektek, hogy így milyen. De úgy néz ki, hogy itt a Launcherben nézhetitek ezt a képet. Szóval, hogy ez lenne a Blazing Sails. Harcolj, hogy túlélj a Blazing Sailbe! Csinálj saját egyedi kalózt és hozzá egy hajót. Kommunikálj a többiekkel. Irányítsd együtt a bárkádat. Fedezd fel a változatos játékmódokat, pályákat, fegyvereket, hajótípusokat és még több mindent. Epikus csatákok. A földön és a vízen. Ja, hát ezzel a Cube-bal fogunk szerintem kezdeni, aztán megpróbáljuk, hogy megnézzük, milyen ez a Blazing Sails, aminél nagy valószínűséggel lehalnak a szerverek, úgyhogy Cube lesz főleg legközelebb. Ennyi lett volna, srácok, az Epic ingyenesség. Bocsi, hogy az utóbbi időkben kicsit hanyag voltam ezzel kapcsolatban, és elmaradoztak, de hát na, van ilyen is. Most megnéztük azért a Gatling Burgert, és megnézzük a jövő hetieket is.